A téli útviszonyok még a rutinos sofőröknek is okozhatnak meglepetést. Így volt ez múlt héten is, amikor ónos eső érkezett térségünk fölé. A megváltozott körülmények nagyobb odafigyelést igényelnek az utakon. Induljunk időben és legyünk türelmesebbek. Sok autósnak indult jégkaparással a csütörtök, ahol nem garázsban tárolják az autókat, ott biztos, hogy lefagyott reggelre a kocsi. Még 7 óra körül is mínuszokat mutatott a hőmérő higanyszála, így a jégoldó sem volt nagy segítség a vastag jégpáncél letakarításához. Csütörtökön hajnal 4 óra körül megérkezett a térségbe az ónos eső, erre pedig sokan nem készültek fel. A jégpáncéltól nem lehet kilátni a kocsiból, de nem csak a baleset veszély miatt nem szabad elindulni így. Ha nincs rendesen letakarítva az autó, akkor akár egy 5000 forintos szabálysértési bírságot is kiszabhat a rendőr a sofőrnek. A vastag jég az utakon is megmaradt a reggeli csúcsforgalomban. A nem megszokott időjárási és útviszonyok pedig több balesetet eredményeztek a délelőtt folyamán a megyében. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán Bordás Béla közlekedési és baleseti tudósító Nyíregyháza városgondnoka. Köszöntöm itt a 35 perc stúdiójában. Köszönjük valami estét kívánok. Hát jó néhány éves tapasztalattal rendelkezik már ön azokban a kérdésekben, amelyekről beszélgetni fogunk, és amelyek kapcsán néhány információ itt az iménti bejátszásban elhangzott már. Az azért, hogy tél van, bizonyára senkit nem lep meg január közepén, de azért hétről hétre változik az időjárás mégis. Nem mindegy, hogy van-e csapadék, vagy nincs, ha van, az milyen állagú, és hogyan érinti a közlekedést. Melyek azok a legfontosabb teendők, amelyeket jó lenne, hogyha a sofőrök, akik autóval közlekednek, akár rutinszerűen végeznének el nap, mint nap? Hát a legfontosabb az, hogy indulás előtt mit kell egy gépjárművezetőnek ellenőrizni. A KRESZ-ben tanultak elsődlegesen a gépkocsinak a műszaki állapota, az útviszonyok, a látásviszonyok, indulás előtt a hőmérséklet, milyen Celsius fok, plusz-minusz hőmérséklet. Ha mínusz hőmérséklet, akkor ahhoz bizony alkalmazkodni kell a gépjárművezetőnek, és ha akinek például a gépkocsija kint áll utcán, közterületen, ha látja, hogy a teteje vagy a szélvédő le van fagyva, akkor egész biztos, hogy talajközelségben még mínusz 1 Celsius fokot nyugodtan hozzá lehet számítani, és egy pár lépés megtesz a lakásától a gépkocsiig, akkor az útviszonyokat érinti a gyalogos forgalmat is. Tehát mint gyalogos is tapasztalnia kell, hogy le van fagyva a pára vagy a csapadék. És ha elindul, akkor ezt mindenféleképpen szem előtt kell tartani. Nem történne annyi megcsúszásból adódó közúti közlekedési baleset, ami például a bejátszásban is látható volt, és amiről ugye nap mint nap beszámolnak a médiák. Viszont a meteorológiai előrejelzések azt lehet mondani, hogy nagyon pontosak. A hőmérséklet táblázat, ami az országot ugye fedi, látható, hogy hol milyen hőmérsékletek vannak. Ezt mindenki tudja, a mínusz, akkor lefagyás, a plusz, akkor nem kell annyira számítani olyan útviszonyok, hogy megcsúszhat a gépkocsi, de elsődlegesen mindig a gépjárvezető terheli a felelősség, ha a baj bekövetkezik. És sajnos nagyon sok baleset bekövetkezett, például 24 órán belül 30 esetben voltak olyan közúti közlekedési balesetek, amikről csak a hatóság tudott. És mennyi olyan baleset volt, amiről nem tudott a hatóság, mert vagy nem jelezték, vagy nem történt személyisérülés, vagy nem történt olyan anyagi kár, hogy a gépkocsi nem tudott a helyszínről tovább haladni, tehát műszaki mentésre volt szükség. Mondok egy főútvonalat, 338-as nyugati elkerülő főútvonal, tömegével történtek a közúti közlekedési balesetek, egymás után mentek a gépkocsik az árokba, és mindegyik baleset kivétel nélkül Pest felől az autópályára alagy lehajtott. Tehát az autópálya, tudjuk azt, hogy nagyobb sebességet engedélyez, ugye 130 km/h. Mikor folytatja útját a járművezető, és folytatta a 338-as nyugati elkerülőn, elfelejtette csökkenteni a sebességet, megcsúszott azzal a sebességgel, és még nem volt akkor pillanatnyilag a csúszásmentesítés elvégezve. Azt is figyelembe kell venni, hogy egyszerre minden egyes útszakasz fő útvonal és főközlekedési főútvonalakat nem tudnak mindenhol csúszásmentesíteni. A Magyar Közút teljes gépparkkal dolgozott, és úgy szintén a városüzemeltetés is, de azt ne várja senki, hogy egyszer egy időben mindenhol el tudják végezni. Tehát többször aláhúzom, hogy a gépjárművezetőnek a felelőssége legtöbbször, ha bekövetkezik a baj, a baleset. És nem beszélve, hogy hány személy meg is sérült közúti közlekedési balesetekben, ugye tudjuk azt, hogy a kórházak
leterheltek lettek ebből adódóan, és hány gyalogost is ért sérüléssel járó baleset, például elcsúszott a járdán, a lépcsőn, a busz megálló közelében, vagy olyan úttesten, ahol nem számított, hogy még le van fagyva. A csúszásmentesítés, a sikosságmentesítés az mindannyiunk feladata és kötelessége, de úgy, mint gyalogos, vagy mint közlekedő, aki gépkocsival közlekedik, ezt mindig tartsa szem elől. Aki bátortalan is úgy érzi, hogy nem biztos a dolgában, azt szoktuk tanácsolni, ne tessék elindulni, ha nem biztos és ha nem fontos. Tényleg még a rutinosabb járművezetőket is sokszor próbára teszik az ilyen útviszonyok, és ha valaki hosszabb utat tervez, például Nyíregyház és Budapest vagy Dunántúl, mindig tájékozódjon, legyen a gépkocsi megtankolva, legyen a gépjárműben pokróc, pléd, elegendő folyadék, olyan személy vezesse a gépkocsit, aki ennek nagy a rutinja, és a téli közlekedéssel kapcsolatosan van ismerete. Tehát az nyilván meglep egy olyan járművezetőt, aki nyáron levizsgázott, és most rögtön beül a gépkocsiba, az első télies időjárásnál rögtön szembesül azzal, hogy jaj, megtörténik a baj, vagy megtörtént, vagy mi lehet, mit csináljak. Tehát ha rutintalan és bizonytalan, akkor mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ne tessék elindulni. Hát bizony, aki nyilván fél is az utakon, hogyha rutintalan, lassabban megy. Tehát ez viszont nyilván van, ahol ok nélkül akadályozza, vagy tartja fel a forgalmat, viszont akik meg rutinosabbak, és szeretnének haladni, nyilván nem tudnak, tehát ez egy kicsit stresszes is tud lenni ez az időszak. Mi az, amikor már azt mondjuk, hogy káosz van az utakon? Hát a reggeli dömping, a reggeli csúcsforgalom, amikor mindenki egyszerre indul el, azt szoktuk tanácsolni, hamarabb tessék elindulni. Leterheltek a Nyíregyházára bevezető főútvonalnak, a legjobban a 4-es számú főútvonal, Nyír-Pazony, Nyíregyháza között, Császárszállás, Nyíregyháza között. Az viszont egy dinamikusabb haladást eredményez, meg kétszer két sáv. A 41-es főútvonal reggelről reggelre nagyon leterhelt, főleg ha az időjárás is közbeszól, és a egyik legjobban leterhelt útszakasz a Nagykáló felől. Rengeteg közúti közlekedési baleset történik, Nagykáló és Nyíregyháza között, főleg Nagyszállás és Nyírjestanya. Ez egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy hány közötti közlekedési baleset. Nyíregyháza, Felső Sima, Kálmánháza között is nagyon sok a baleset, és sok a baleset a 38-as főútvonalon. Nyíregyháza, Görögszállás, Virányos, Rakamaz, Tokaj térségében. Rengeteg kanyarok. Le van fagyva nagyon sok esetben a pár, és ha valaki folyóhoz, hithoz ér, ott még nagyobb csúszás veszélye számoljon. Nyíregyháza Sóstőti felüljáró, itt is rengeteg megcsúszásból adódó baleset történt, mikor fordult a Sóstőtről jobbra a Kemecsei útra, megcsúszott a hidon, mert le van fagyva a pára. Hát ez nagyon egyszerű és nagyon látható volt, és nagyon sok gépkocsiban már van hőmérő, ami jelzi a kinti hőmérsékletet. Tehát ha rápillant a járművezető, egyes járművekben még villog is a lámpa, jelzi, hogy csúszásveszély, fagyveszély, fagypont alatti hőmérséklet, akkor tessék csökkenteni a sebességet, ne fékezzenek hirtelen, hanem motorfékkel próbálják meg a gépjárművet lassítani, és ha többen ülnek a gépkocsiban, megváltozik a menet stabilitás. Ezzel is számoljanak. Na és persze a hátsó kerék meghajtású gépjárművek, ami több esetben egy drágább kategória, nagyon sok ilyen balesettel találkoztunk, hogy hátsó kerék meghajtás, kanyarban a gépkocsi kitört a kanyarívéből, szalagkorlát, fa, árok, borult, oldalára csúszott, oldalra borult, műszaki mentésre volt szükség, meg is sérültek a balesetben, ugye tűzoltók, mentők, rendőrök egyszerre ugye helyszínen mentettek, mindenki tette-vette a dolgát, ami ilyenkor fontos, hogy továbbiakban még az elkövetkezendő két hónapban számolni kell a télies útviszonyokkal, még nem vagyunk a tél felénél, hogy ezzel számoljanak, legyenek intő példák a bemutatott filmfelvételek, legyenek intő példák mindenki számára, a média teljes világosan és egyértelműen nap mint nap beszámol arról, és szinte mindegyik balesetnél aláhúzzák több esetben a kommentárnál, hogy úgy tudjuk, hogy túl gyorsan hajtott. Hát valóban a sebesség a meghatározó, és higgyék el, ha lassabban közlekednek, elkerülhetők a balesetek, főleg azok a balesetek, amiknél már a járművezető képtelen korrigálni, és képtelen megállítani azt a tömeget, ami a gépkocsinak az ösztömege. Ugye tudjuk, hogy már egy tonnánál alatti járművek nem nagyon vannak, hanem egy tonnától több, és egy 2,5 tonnás terepjáró, egy drágább luxus kategóriájú jármű is ugyanúgy meg tud csúszni, hihetetlen, mert a fizikát azt nem lehet becsapni, a fizika az végzi a dolgát. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hát remélem, hogy most ez még egy jó adalék volt legalább a következő időszakra,
hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk magunkra. Remélem. És a velünk utazókra. Köszönöm a beszélgetést.